Bezárták a bátaszéki gondozási központot. A rendkívüli jogrend kihirdetése előtt döntött arról a város képviselőtestülete, hogy az idősek és gondozóik egészségének óvása érdekében bezárják a gondozottak és látogatók előtt a központ ajtaját, viszont az idősek ellátása tovább folytatódik majd. Az elmúlt hetekben azért több alkalommal került arra, hogy megbetegedés volt a gondozási központ keretében működő idősek nappali ellátása a résztvevő üdéseink között, ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy hétfői nappal egyelőre bizonytalan ideig, de a szolgáltatást felfüggesztjük ezen a területen. Fontos, hogy az időseink egészsége minél jobban védhető legyen, és hát ugye ő a zárt közösségben voltak, és hát sajnos bekövetkeztek már betegségek, és hát a gondozottaknak, a gondozóknak az egészsége is nagyon fontos, hiszen ők más területen is dolgoznak a gondozási központon belül, ezért hoztuk meg ezt a döntést. Viszont alkalmazkodnunk kell ehhez a feltételhez, ezért ettől függetlenül döntött a képviselőtestület arról, hogy egy ipari mosogatógépet szerzünk be az intézmények, hiszen egyrészt a nappali ellátásban, másrészt a házi segítség nyújtásban résztvevők számára az étel kiszállítása zavartalanul fog folyni, viszont ezeket az edényeket most már extra higiéniai feltételekkel kell majd tisztán tartani. Ezt a célt fogja szolgálni ez a berendezés, igyekszünk minél gyorsabban beszerezni, hogy már napi szinten tudjuk alkalmazni. És hát, mint egy másfél évvel ezelőtt egy épület lebontásra került a gondozási központ nappali ellátásának udvarán, ami technikai és irodai feladatokat látott el. Úgy látjuk, hogy rövid időn belül nem tud egy új, teljesen új épület létrejönni, ezért ideiglenesen meg kell oldjuk, hogy ezeket a feladatokat épületen belül el lehessen látni. Ezért döntött arra a képviselőtestület, hogy egy ideiglenes épületet fogunk felállítani nagyon gyorsan az ingatlannak az udvarán, ahol egyrészt el tudjuk látni majd a dolgozók az adminisztrációs feladatokat, másrészt el tudják látni mindazokat a gondozottakhoz kapcsolódó higiéniai feladatokat, gondolok én tisztításokra, mosásokra, amelyek feltétlenül szükségesek az elkövetkezendő időszakban. A polgármester elmondta, hogy a gyors intézkedéseket segítette az is, hogy tavasszal már alkalmazniuk kellett ezt a módszert, így késztervekkel zökkenőmentesen folytathatják a munkát a szociális gondozók. Megfelelő szerződésekkel rendelkezünk, hogy az étel kiszállítását zavartalanul tudjuk biztosítani mindazoknak is, akik korábban az épületben fogyasztották el az ételt. Az elkövetkező időszakban fel fogjuk eleveníteni azokat a kapcsolatokat, és meg fogjuk keresni az érintetteket, akik segítséget nyújtottak tavasszal is a gondozottaknak az ellátásában. Tehát törekedni fogunk arra, hogy az idősek lehetőség szerint minél kevesebbet jöjjenek közösségbe, minél kevesebbet mozogjanak. Tehát amennyiben szükséges és igénylik, akkor bevásárlásokat fogunk részükre biztosítani. Ezeknek a szervezés az elkövetkezendő napokban meg fog történni. És hát kicsit vissza fogunk állni a tavaszi üzemmenetre. Bízunk benne, hogy ezzel hozzá tudunk járulni tényleg, hogy a vírus terjedés lassuljon. Mindenképpen szeretnénk ismételten önkéntesek segítségét kérni, hiszen azért most egy másik évszakban megyünk be, kicsit még bonyolultabb és nehezebb lesz az ellátásnak a biztosítása. Számítunk az idősek gondozásában önkéntesekre, illetve hát bízunk benne, hogy a családtagok is azért nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani az idősek részén. Aki szeretne segíteni és részt venni az önkéntes akcióban, hétköznapokon 9 és 11 óra között hívja a gondozási központ vezetékes telefonszámát, vagy jelentkezzen a 70 éven felüliek @bataszek.hu e-mail címen.